A kommunikáció, a navigáció, a meteorológia, a földmegfigyelés elképzelhetetlen űrtevékenység nélkül. Egy forradalmi pont felé közeledik az űrtevékenység, mondta dr. Ferenc Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos az MCC Pécsi Képzési Központban tartott pódiumbeszélgetésen. Annyira kiterjedt már az emberi civilizációnak a világűr felé az expanziója, hogy a következő kontinensként emlegetjük a Holdat. Azt látjuk, hogy az emberi tevékenységhez szükséges nyersanyagforrások nagy részét is valószínűleg a közeli égitestekről és a naprendszer egyéb égitestjeiről kell majd elérnünk. Ugyancsak a Holdat is ipari célokra próbálja hasznosítani több nagyhatalom is, és biztonságpolitikai kérdéseket is érint ez a tevékenység ma már. Magyarországnak szerepe van a globális űrkutatási projektben. Mindezt egy 10 milliós ország is képes befolyásolni, segíteni. Hazánknak már 75 éves múltja van a nemzetközi űrkutatásban. Fontos, hogy letegye névjegyét ezen a téren is. A világűrhöz pont olyan közel vagyunk, mint más országok, hiszen éppen Kármán Tódor határozta meg, hogy 110 km magasságban a fejünk fölött már a világűr van. Tehát akár ha csak 10 millióan is vagyunk, ugye a magyar szürke állomány az már régóta ott van a csillagászatban és űrkutatásban, és most, hogy lehetőség van már 2015 óta az ESA teljes jogú tagjaként, tehát az Európai űrügynökség tagjaként részt venni a munkában, így sorra kerül az is, hogy ő űrhajós menjen ismét a világűrbe. Így ez kicsit élénkebbé tette ezt a témát Magyarországon, és persze a kutatások továbbra is folynak. Magyarország és a világűr című könyvet is bemutatták. 71 szerző két éves munkája, frissülő QR-kódos díjtartalommal. Kiváló segédanyag is a tanároknak a természettudományos tantárgyak oktatása során. Általa hasznos ismereteket kaphatnak a diákok.